A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez a kezdőkör 2024-ben először boldog új évet minden székesfehérvári sportbarátnak, tévénézőnek. Idén is ez a tervünk, hogy a fehérvári és az európai, a magyar, a világ, a mindenféle teljes univerzum sportéletének a számunkra érdekes kérdéseiről, történéseiről beszélgetünk. Általában ugye ez egy ilyen tágabb körű beszélgetés, hiszen négyen szoktunk ülni az asztalnál, de ez most egy ilyen különleges adás. Az év második napján nem toboroztam nagy társaságot, hanem elhívtam Kaiser Tamás kollégámat és barátomat, akivel annak idején együtt indítottuk ezt a műsort, és hál' Istennek a mai napig visszatér bele időnként, azzal együtt, hogy már nem a médiacentrum dolgozója, hanem a sportál.hu szerkesztője. Szia Tomi, köszönöm, hogy bejöttél. Szia Zoli. Boldog új évet. Átkeresztjük szűk körre a mai. Szűk kezdőkörben így egymással. Az adja a különlegességét természetesen ennek az új évnek, hogy olimpia éve lesz, ami a sportban mindig egy kiemelt, elképesztő jelentőségű dolog. Még így is, hogy a legutóbbi olimpiát ugye ezúttal nem 4, hanem csak 3 évvel ezelőtt rendezték az emlékezetes borzasztó világviszonylatok miatt, amit akkor egy világjárvány jelentett. Visszatért az élet a rendes kerékvágásba, és 2024-ben rendezik a párizsi olimpiát. Gyanítom, úgy vannak ezzel sokan Magyarországon, hogy ilyenkor mindig sportbarátokká vagy érdeklődővé válnak, de hát ne feledjük el, hogy a nyári nagy világesemény előtt lesz egy másik, amelyet talán még felajzottabban kísér a közvélemény, ugye a labdarúgó Európa-bajnokság, hiszen ott vagyunk magyarországi már zsinórban 3-szor. Ráadásul ezúttal, ami szintén nem elhanyagolható, itt éppen az adás előtt beszéltük, hogy nagyon sokan válnak most hirtelen Liverpool meg foci szurkolóval, hiszen Szoboszlai Dominik személyében van egy világsztár jelöltünk, ha lehet így mondani. Szerintem még most nagyobb a várakozás egy foci EB kapcsán talán, mint az előző két alkalommal, amikor önmagában egy ünnep volt, hogy kijutott a válogatott. Szóval Tomi, te hogy várod ezt a 2024-es évet? Mi a, ami piros betűvel van benne a naptáradban? Sok minden. De hát nyilván a foci EB ezek közül az, ami alapvetően kiemelkedik, meg hát nyilván az olimpia. Ugye a foci EB-vel most az van, hogy ugye az elmúlt két EB-re ugye pótselejtezőn kijutottunk, legutóbb ugye hazai pályán is játszhattunk két meccset, de ugye tulajdonképpen ilyen angol kifejezéssel underdogok voltunk mind a két esetben, és nem nagyon voltak elvárásaink, hát főleg a legutóbb, amikor a portugál, francia, német trió mellé kerültünk be negyediknek. És néhány perc hiány így is tovább jutottunk. Így van, majdnem. Így van. És nálunk készült egy interjú egyébként a Trollfoci főszerkesztőjével, aki mondta, hogy élete egyik legszebb pillanata volt, amikor ugye gólt szereztünk Portugália ellen a hazai mérkőzésen, az első csoportmeccsen, azon mi is kim voltunk, és visszagondoltam, hogy tényleg, tehát hogy ott két percig, vagy másfél percig azt hittem nekem én is, hogy eldobom az agyamat, aztán sajnos ugye kiderült, hogy ugye lesz szituáció előzte meg a helyzetet, tehát hogy ilyen katartikus pillanatokra vágyunk szerintem, és azért lesz érdekes ez a foci EB, mert úgy megyünk, olyan most a közvélemény, főleg azáltal, hogy a csoportból elsőként jutottunk tovább, hogy lehoztunk egy évet veretlenül, hogy előtte a Nemzetek Ligájában ugye például Wolverhamptonban tudtunk nyerni, legyőztük a németeket, hogy igazából pari meccseket játszottunk az olaszokkal, hogy számolgatunk, hogy meddig juthat el ez a válogatott ebből a csoportból. Úgy vagyunk vele, hogy a németek nem olyan jók. Hát ti úgy vagytok vele. El lehet kapni, de nyilván a németek hazai pályán nagyon-nagyon erősek lesznek, és ugye van válogatott, amelyik ugye össze tudja magát kapni a következő fél évben, az pont a német. Úgyhogy meglátjuk, de tényleg ez van most, hogy azt számolgatjuk, hogy ebből a csoportból, tulajdonképpen én azt érzem, hogy elvárás, hogy tovább jussunk a csoportból, és hát a legvérmesebbek szerintem úgy vannak vele, hogy még ott július közepén is talán érdekeltek leszünk, mondjuk egy elődöntőben, tehát az már nagyon, nagyon vérmes, de hát emlékezz, 96 cseh válogatott, miért lehetnénk most mi azok?
legyünk mi a csehek, ugye nagyon sokáig azt beszéltük, hogy hát milyen jó lenne a horvátoknak, a szerbeknek a szintjére eljutni, arról nem beszélve, hogy egy román válogatott legyőzése is mindig ilyen megugorhatatlan lészet jelentett hosszú ideig. Hát ez tény és való, hogy a naptár szerint ez egy nagyon izgalmas időszak lesz, hiszen alig hogy vége lesz ugye az Európa-bajnokságnak, kezdődik majd az olimpia Párizsban. Most még ráadásul tényleg mindenki abban reménykedik, hogy ez a foci EB sem csak a csoportkörig tart majd a magyar válogatottnak. Beszélünk nyilván majd ebben az adásban azért arról, hogy mit is várunk tényleg pontosan a fiúktól, meg az olimpiától, de kezdjük most ott, ha már olimpia és egy viszonylag friss hír itt rögtön az év elején, ugye bejelentette visszavonulását Kovács Sarolta, imár Tarné Kovács Sarolta, aki a legutóbbi olimpián szerintem azért sokunk meglepetésére és óriási örömére ugye egy bronzérmet szerzett. A fehérvári sport azért olimpiai érmekben olyan nagyon nem állt eddig gazdagon, bár hál' Istennek volt néhány, és azt sem mondom, hogy ez most ilyen székről leesős fordulat volt, hogy Saci hivatalossá tette a visszavonulását. Nagyjából szerintem sejteni lehetett, hogy ez a legújabb öttusa, ami majd főleg Párizs után következik ilyen, nem tudom, ilyen exatlonos kihívásokkal, az már nem az ő sportja lesz, de gondolom, te is egyetért, ezt már sokat beszéltünk, meg beszélhetünk is arról, hogy ez az öttus, ez hova tart, meg mi lett belőle, meg egyáltalán mire érdemes még, hogy Saci pályafutása előtt megemeljük a kalapunkat. Annál is inkább, mert mondom, ezt az érmet, ami szerintem ő azzal együtt, hogy volt világbajnok, Európa-bajnok, csapatban, egyéniben mindent elért, valószínűleg ő is a pályafutása csúcsaként kezeli, hogy olimpián állhatott a dobogón. Szerintem az minden sportoló, vagy minden magyar sportolónak az álma. A legtöbb sportoló szerintem a világon, főleg azokban a sportágokban, ahol tényleg az olimpia a csúcs, és nem neveznek házi nem bajnokságokat világbajnokságnak, ugye, mint az amerikaiak az NBA-vel. Igen. Szóval hogy ez egy óriási dolog. Nekem az jutott eszembe, hogy úristen, de öregek vagyunk. Már abban a tekintetben. Neked ez jutott eszerve, van kettő hát közt 14 év kor különbség, de azért köszönöm. Hát csak azért, mert amikor én lekerültem, ugye, vagy fölkerültem ide Fehérvárra. Igen, bocsánat, köszönjük. A kifejezését, ide kerültem Fehérvárra. Ugye gyakorlatilag Saci, rosszul, akkor de hát olyan szempontból akkor bontogatta szárnyét, hogy akkor ő még a juniorok között is versenyzett, és hát én emlékszem itt a két egymás követő Fehérvár junior világ eseményre, ahonnét ugye Saci aranyéremmel tért haza, ez ilyen hülye kifejezés itt. Hát az otthonába esetleg. Tehát, hogy én emlékszem még arra, amikor tényleg a Demeter Bence, meg Kovács Saci, meg Málics István, és a többiek, Harangozó Bence, juniorok voltak. Hát Málics Ittyú azóta edző lett, Saci most bejelentette visszavonulását, és nagyon furcsa dolog, hogy így az, hogy eljutott az ember abba a korba, hogy már dolgozott annyit egy szakmában, hogy végigkövette valakinek a pályafutását. Kis túlzása az elejétől a végig, ami nyilván egy csodás pályafutás, és hát innét kívánunk Sacinak a privát életben sok sikert. Hát, és hát nyilván, hogy nem volt ez tényleg meglepő, mert hogy gyermekáldás után, tehát anyagként, tényleg ez az új öttusa, nehéz megtalálni nyilván nem is azt mondom, a motivációt, mert akinek van gyereke, annak nyilván a gyereke a legnagyobb motiváció, és minden másod után jön. Szerintem Saci jól mérte föl, hogy hol kell meghúzni a vonalat. Hát nekem meg az jutott eszembe, hogy én nem csak Sacit láttam juniorként, de még Katona Fecót is, aki 90, nem is tudom, egyben volt itt egy junior világbajnokság, még Sárfalvi Péter junior volt, Hanzéli Ákos junior volt, és Katona Fecó, és ők megnyertek minden aranyérmet, amit lehetett, egy fehérvári olyan öttusa világbajnokságon, ahol a belvárosban futottak a macskaköves úton még, és ilyen több napos volt. Hát igen, együtt öregedtünk meg a versenyzőkkel. Vörös Zsuzsa, aki szintén juniorként nyerte itt az első nagy világversenyeit, most már ugye szakosztályigazgató, úgyhogy múlik az idő. A kérdés az, hogy milyen lesz ezután majd, és itt azért egy kicsit kitérhetünk arra, hogy rengeteget változott az öttusa, rengeteget változott vele a volán maga, ami ennek a sportágnak mindig a legnagyobb hazai, hát vidéken mindenképpen a legnagyobb bázisa volt, és hogy el tudjuk-e képzelni, hogy lesznek még olyan események, amelyek mondjuk több ezer nézőt kivisznek, mint itt is volt rá példa Fehérváron öttusára. Mert bevallom őszintén, én jelenleg azt sem tudom elképzelni, hogy fog kinézni ez a sportág Párizs után. Ugye szegény lovakra ráhúzták a vizes lepedőt, gyakorlatilag kivágták az öttusából az egyik legtradicionálisabb részét, amivel sokan így tudom, te is tudsz azonosulni, meg egyetérteni, mert hogy az nem volt igazságos, meg nem volt modern, meg nem tudom mi. De hát itt most elkövetkezik egy egész más, és akár Kovács Sacin kívül más
talán nála fiatalabb versenyző is lehet, aki elgondolkozhat, hogy egy egészen más sportágban, ahol már nem csak arról van szó, hogy a lézer van önmagában egy látványos dolog, de hogy majd itt akadályokon csimpaszkodni, kúszni, mászni, fizikálisan egy más sportágot űzni, hogy ez mennyire lesz vonzó. Én szerintem vonzó lesz egyébként, tehát én ezt egy jó döntésnek tartom. Én nem csak a lovak miatt, de nyilván azt, aki a lósportban benne van, az pontosan, illetve lovas, ők a lovasportban így van. Ja, a lovasport az a szerencsejáték. Igen. De aki a lovasportban benne van, az pontosan tudja, hogy azért az elmúlt évtizedekben azért a világ lóállománya hogyan alakult, hogyan változott. És rengeteg pénzt fektetnek emberek abba, hogy nagyon-nagyon jó lovaik legyenek. És azokat a nagyon-nagyon jó lovakat nagyon-nagyon jó lovasok lovagolják meg. És nem megbántva az öttusázókat, de ők nyilván mondjuk a díjugratók, a profi díjugratókhoz képest egyáltalán nem számítanak feltétlenül jó lovasnak. Így nem olyan könnyű ezeket a nagyon jó lovakat, sőt lehetetlen elhozni, itt kölcsönbe úgymond egy-egy világversenyre. Most a földrészi sajátosságokról tényleg ne is beszéljünk, hogy hol milyen a lóállomány, de egyébként pedig maga ez a nem is exatlon, hanem inkább Ninja Warriorhoz lehet hasonlítani. Ugye egyébként ugye ennek van egy szakága, az OCR, ehhez lesz nagyon-nagyon hasonló, az akadályverseny, obstacle race, az meg hihetetlen népszerűségnek örvend a világban, és ez a népszerűség ez töretlen. Az pedig nyilván egy nagyon nehéz dolog lesz, hogy azok a sportolók, akik mondjuk eltöltöttek 10 évet ebben a sportágban, úgyhogy lovaglásra készültek, azok 2 év alatt mondjuk, vagy 4 év alatt, vagy 5 év alatt hogyan állnak át a lovaglásról egy olyan sportágra, ami tényleg a teljes testet igénybe veszi. Úgyhogy itt biztos, hogy lesznek azért, én azt gondolom, hogy lemorzsolódások, és a legfontosabb szerintem az öttus esetében az az, hogy helyre kell tenni, egyébként szerintem Magyarországon is, a Magyar Öttusa Szövetségnek is helyre kell tenni saját magában azt, hogy valójában az öttusa hova tartozik, népszerűség, nézhetőség és minden egyéb szempontjából, és akkor onnét, hogyha ez megtörtént, akkor el lehet kezdeni nagyon keményen dolgozni azért, hogy minél több gyerek legyen a rendszerben. Ezek a gyerekek ne csak addig legyenek a rendszerben, amíg úsznak, meg futnak, meg mondjuk tornatermi jellegű edzések vannak, hanem amikor bejön a lovaglás nem, de bejön a vívás meg, amikortól majd egyébként szerintem pont ez az akadályverseny hozhatja ezt is meg, hogy akik mondjuk a lovaglás miatt morzsolódnak le, mert nyilván van ilyen is, azok bennmaradhatnak. Tehát, hogy ezek a gyerekek bennmaradjanak a rendszerben, és dolgozni azért, hogy maga az öttusa bennmaradjon az olimpia programján, mert jelen pillanatban a hagyományokon kívül az ég egy adta világon semmi nem tartja benn szerintem az olimpia programjában. És ezek már ugye nem azok a hagyományok ráadásul, tehát a jelenlegi öttusa már de nem... hogy azon kell dolgozni, például pont ez az OCR-es rész, tehát ez az akadályverseny, ez tényleg jó legyen, tényleg látványos legyen, tényleg nézhető és eladható legyen, mert én például azt gondolom, hogy a lézerrán az egy nagyon jó döntés volt, ez egy tök jó nézhető. De pont ezért gondolom, hogy itt most az öttusának lesz 2 olyan része, ami önálló sportákként megállja a helyét, mint ahogy létezik is, ahogy mondtad, ez az OCR, ez lesz nagyon hasonló az öttusának a lovaglás helyett behozott száma, tehát ez önmagában lehet, hogy nézőket vonz. Van egy másik része a lézerrán, amire szintén szó volt, hogy akár önálló világversenyt is rendezhetnek belőle, gyakorlatilag egy ilyen nyári biatlonnak felel meg, tehát fizikálisan is, mentálisan is, technikailag valamilyen szinten nagyon ott kell lenni. Ezek önmagukban szerintem vonzóak. A kérdés, hogy mit teszi öttusává akkor a dolgot, mert van olyan két, hát ehhez képest tradicionális és szabályaikban semmit nem változott sportág, mint az úszás meg a vívás, amiből az úszás gyakorlatilag semmit nem tett hozzá eddig se az öttusához, nagyon kevés pontot fizetett. Nem alakították úgy át, hogy valamilyen módon izgalmasabb legyen. A vívás meg pont az ellenkezője, hogy eldőlhetett rajta akár az aranyérem is, csak egy élvezhetetlen monoton valami volt a nézők többsége számára, akár egy napon keresztül. Tehát, hogy itt valahogy valami nagyon újat, meg nagyon régit kéne összegyúrni, és nem tudom, hogy ez fog-e még valaha egy sportágként működni. Hát ezen kell dolgozni. Ezen nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez eladható legyen, mert pontosan szerintem mindenki látja, hogy vannak olyan sportágak, amelyek nálunk mondjuk még nem feltétlenül számítanak mainstream sportágnak, de verik, dörömbölnek az olimpia ajtaján, és jelen pillanatban
azt tartja őket vissza, valamint az olimpiai bizottságot, hogy fölvegye mondjuk a program közé, hogy nyilván van egy, az olimpiának vannak ugye időbeli és térbeli határai, és vannak ezek a hagyományos sportágak, amelyeknek még mindig megvan az erős lobby tevékenységük, hogy ott maradhassanak. Mi nem is gondolnánk, hogy tehát, hogy Vas Katablanka előtt szerintem ebben az országban nagyon kevesen hallottak a cyclocrossról, vagy ciklokrosszról. Ugye ez a országúti kerékpárral megyünk az erdőben. Lesarkítva. Terepre kényszerített biciklisek. Egy gyönyörű sport. De hát ennek a sportágnak 20 éve is elképesztő tömegbázisa volt például a Benelux államokban, vagy Németországban, mert egy roppant népszerű téli kiegészítő sportága, és itt kicsit részben igen. Találkoznak a más szakágakból érkezők. Pontosan tudjuk, hogy Magyarországon a sport közvélemény akkor figyel fel egy sportágra, amikor magyar siker születik benne. Nagyon kevesen küldik el a gyereküket mondjuk cyclocrossozni, amíg nem hallják, hogy van ilyen, meg hogy ott egy magyar lány éppen olimpiai érmet szerez akár. Ezzel ellentétes a például a darts. Amiben ugye azért feltétlen olyan óriási magyar sikerekről, ha a világbajnokságot nézzük, vagy a legnagyobb tornákat, akkor nem feltétlen, nem tudunk beszámolni, de valami elindult ugye a közvetítések és a színes mezek és az elipeli hangulata miatt a világban, és Magyarországon is, és elképesztő bázisa lett a dartsnak. Hát ezt élte át ugye az amerikai futball is, amelynek a sporttévés közvetítései hozták be a kultúráját Magyarországra, úgyhogy ma már nyugodtan nevezhetjük tömeg érdeklődésre számot tartó, abszolút üzleti alapon működő... Én is ismerek ilyen embereket. Viszont ha már itt tartunk, és akkor ezt az olimpiai témát most anélkül, hogy nagy esélylatogatásokba mennénk bele, azzal szeretném igazából kitárgyalni, vagy lezárni ezen az adáson belül, hogy mi nagyon sokat szoktunk azon vitatkozni, hogy nem az, hogy melyik sportágnak van létjogosultsága, hanem hogy hol relatíve miért többet egy olyan sportágban nyerni egy olimpiai aranyérmet, amit egyébként a világban mondjuk 10-12 helyen űznek, és akkor azt mondani, hogy jó, hát na de a kosárlabda, meg na de a foci, meg a kézilabda, vagy pedig hogy vársz egy ilyen olimpiát, mert én azt gyanítom, hogy azért reálisan nézve magyar sikereknek megint nem azokban a sportágokban fogunk örülni, ahol világszerte felkapják a fejüket rá az emberek. Ez egy olyan dolog szerintem, hogy nyilván igen, vitatkozunk erről, és nyilván lehet, van, aki szerint lehet, van, aki szerint nem lehet relativizálni a különböző sportágakat. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy szerintem lehet, igen, és különböző mérőszámok szerint, amelyekben lehet hiba, de hogy ebben egyfajta mérőszámok szerint be lehet rangsorolni bizonyos sportágokat. De ebben nincs vita. Tehát azt mindenki tudja, hogy vannak népszerű, üzletileg is jobban megalapozott, sikeresebb sportágok. Az előbb, mikor mondtad egyébként, hogy a lobby tevékenység ott mondjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot ismerve, csak nem akarom a műsort e felé elvérni, a korrupció szót is nyugodtan használhatnánk. Tehát olykor az sem mindegy, hogy vagy az sem véletlen, hogy melyik sportág kerül be, és nem biztos, hogy feltétlenül az üzletileg jobban megalapozott. De térjünk vissza ahhoz, hogy tehát nem az a vita, hogy vannak sportágok, amelyeket sokkal nagyobb tömegűz a világban, hanem hogy egy ezekben szerzett érem az emiatt rögtön értékesebb is, mint mondjuk annak a kajakosnak, aki szintén végig melózza az életét azért az 5 percért, ami alatt esetleg olimpiai bajnok lesz. Ez ugye egy alapvető kérdés, hogy kell-e akkor mindent ilyen szemmel nézni, hogy ha önmagában megvizsgálod, akkor nyilván elképesztő dolog az, hogy valaki kijut egy olimpiára. Tehát az önmagában, hiszen most kint lesz, reméljük, hogy még lesz 200 sportolónk, vagy 180, most mondtam egy számot, ez a magyar lakosságnak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elenyésző százaléka. És nyilván nagyon sokan nőttek fel úgy, kezdtek el úgy sportolni, hogy mondjuk 6 évesen, mikor lementek a vívóterembe, vagy 10 évesen, mikor megjelentek a foci edzésen, akkor az volt az álmuk, hogy olimpia meg világbajnokság, és ugye ez egy szűk rétegnek jön el. Tehát, hogy kell-e ilyen szempontból. Ha az én őszinte véleményemre vagy kíváncsi, akkor nem feltétlenül kell, de lehet, és hogyha ha így van, akkor igen, valóban vannak olyan sportágak, amelyek benne egy elért 6. hely, az többet ér, mint máshol egy aranyérem. Ha a konkurencia harcot nézzük, de egy olimpiai bajnoki címet azt valószínűleg sehol nem kell szerintem megmagyarázni, úgyhogy, és azt akartam mondani, igen, az ember relativizál, de abban a pillanatban, ahogy az olimpián egy számodra mondjuk kevésbé érdekes versenyszámban
vagy addig nem is követett versenyszámban, vagy szerinted a saját rangsorodban lejjebb rangsorolt sportágban egy magyar vízbe ugrik, pástra lép, tatamira lép, lőállásba, elkezd szurkolni. És azt a magyart Mamiasvilinek hívják. Itt az, megint bejönnek új, most csak egy olyan nevet mondtam, aki tudom, hogy nincs, de hasonló van. Tehát hogyha például egy olyan sportágban, amit egyébként te nem követsz figyelemmel, hirtelen azt olvasod mondjuk az online sajtóban reggel 9-kor, vagy délután 2-kor magyar versenyző aranyéremért megy, nem tudom, tékvandóban, és az a tékvandós egy volt hongkongi, aki Magyarországon lett válogatott, mert otthon nem tudott, akkor hogyan állsz hozzá? Tehát egy kicsit itt megint, a régi időkkel hasonlíthatjuk össze az újakat, de lehet, hogy nem szabadna. Ellen a tékvandóval megfogtál. Pedig volt benne már nehéz, ebben a sportágban ilyen sikerül. Ez nehéz kérdés. Eleve ma szerintem nagyon nehéz összehangolni azt, hogy mindent lássál, mert ma már mindent láthatsz, és minden olyat nézzél. Lehet, hogy nem kapcsolod el, nem tudom. Ez a pillanat hevében, de azt gondolom, hogy igen, aki letette a magyar állampolgári esküt, annak tud szurkolni. Nyilván én ülök itt, és nem kerülöm ki a választ, nyilván egy Kovács nevűnek, ha már Saciról van szó, tehát Kovács Saci, nyilván sokkal jobban tudok szurkolni, mint hogyha itt a Annikas Lőjét honosítottuk volna. A nagy kérdés az, és akkor ezt az olimpiai témát lezárjuk, hiszen nagyon sokat fogunk még beszélgetni róla az idén, hogy valójában jó-e az, hogyha akár egy társadalom, akár a közvéleményt, nem tudom, hogy minősítsem azt a közeget, amelyik egy olimpiát figyelemmel kísér, olyan szinten meghatározza mondjuk egy ország hangulatát. Mert arról van igazából szó, hogy most a magyar sportnak ugye javultak a feltételei, ezért például mondjuk egy georgiai, de ottani válogatottba beférni nem tudó, vagy orosz szabadfogású birkózó, akinek esélye nincs a elképesztő orosz konkurenciával szemben, eljön Magyarországra, 10 évvel ezelőtt nem jött volna el, akkor sem voltak jó magyar szabadfogású birkózók, akkor is több esélye lett volna itt, de valamiért jobban megéri. És ez azért van, mert a sportnak egy olyan támogatottsága lett, ami arra alapul, hogy a magyar közvélemény aranyakat akar látni, meg sportsikereket akar megélni. Te sportban élsz, versenyeztél sport abszolút profi körülmények között, tehát hogy ezért többet valóban, hogy olimpiai aranyérmeink legyenek, és mondhassuk, hogy 6-ak vagyunk az éremtáblázaton, vagy 10-ek, tehát, hogy emiatt lett jobb a magyar sport, vagy azért fontosabb lenne az, hogy mondjuk tömegek sportolhassanak? Mert szerintem tömegek sportolhassanak, ebben szerintem nincs ilyen szempontból hiba, hiszen a legegyszerűbb dolog fölvenni egy cipőt, tessék venni egy jó futócipőt, ez alapvetés, de hogy igazából ahhoz nem nagyon kell. Más veszel egy futócipőt, és kimész, és rengeteg olyan terület van, amit vagy már azért építettek, vagy egyszer maga az adottság, mint a Hármas Határhegy, vagy a Gaja völgye, hogy ki tudsz menni és tudsz egyet futni. Tehát a tömegek tudnak, én azt gondolom, sportolni, és enneknél megvannak most már itt akár a városon belül is a lehetősége, hiszen nekünk csak egy kőhajítás ugye ide a Bregyó. De fontos, ebben az országban igen. Igen, ez így szocializálódtunk, hogy ezek fontos dolgok. Nyilván van egy réteg, aki azt mondja, hogy nem fontos. Nyilván az embernek az adott pillanatban lehetnek sokkal fontosabb dolgai, mint az, hogy most olimpiai bajnok vagy nem. De hogy összességében a közvélemény számára ez fontos, és a világban szerintem sok helyen fontos. És nyilván persze annak örülnénk, hogyha ha Kovácsok, meg Horvátok, meg mit tudom én, Szabók, meg Somosok lennének mindenhol. Ajaj. De hogy egyébként meg ha most megnézed a világot, hát akkor példák tömkelegét tudnád hozni. Most már lassan majdnem minden sportágban, ahol ez benne van, ez a honosítás. Ezért van nekem a luxemburgi pingpong válogatott a kedvencem ebből, azokkal a kínaiakkal, akik leszálltak a repülőről, és hirtelen luxemburgi Európa bajnokok lettek. Luxemburg jó hely. Kiváló hely. Na jó, hát nyilván az olimpiát 2024-ben rengetegszer fogjuk még érinteni, bízunk benne, hogy lesz akár fehérvári érintettség is, ha már nem is Kovács Saci. Most akkor viszont azt javaslom, hogy körülbelül az adás felénél járva, hogy nézzük meg azokat a kis szokott blokkjainkat, témáinkat, amelyek itt Fehérvárhoz kötődnek, és aztán majd eljutunk a foci ebéig, amivel a végén esetleg megint tudunk foglalkozni. Ha már azt mondtam, hogy viszonylag friss hír, ugye Kovács Saci bejelentése, a másik ebben az két napban történt esemény, hogy a hokisok megkezdték 2024-et, hát sajnos nem úgy, ahogy 23-at befejezték, már
szó szerint igen, mert az utolsó két meccs ott is vereség lett, viszont jelenleg is az Osztrák Liga első helyén áll a Hidrofehérvár OV 19, ami elképesztő teljesítmény, szerintem senki nem fogadott volna erre. De ez a Ljubljana elleni együtt itt hazai pályán nyilván nem egy ilyen boldog idénkezdés, ráadásul nem is tudom, emlékeim szerint hány év után játszott először hazai pályán éve első meccsét a Volán. Ezzel együtt nem tudom, hogy te hogy érzed, hogy voltál kint több meccsen is itt a közelmúltban, hogy érdemes emiatt aggódni. Különleges helyzet, hogy most értek vissza szinte a sérültek, azt hiszem tegnap talán csak két játékost kellett nélkülöznie Kis Dávidnak, és a Csonka csapat sokáig jobban szerepel gyakorlatilag. Hát most nyilván egy-két meccsből nehéz, nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Ez de szépen hangzik, Bibi. És nyilván lehet a mérkőzés gólok nélkül értékelni. Én azt gondolom, hogyha ez egy olyan szezon lesz, hogy, és ugye, ha a foci válogatott kapcsán arról beszéltünk, hogy elvárások vannak, akkor most már szerintem a Volánnal szemben is, főleg úgy, hogy 2024-re ugye úgy fordultak rá, hogy ott állnak a tabella élén az Osztrák Hoki Ligában, mindenki mögöttük, hogy szerintem vannak azért a szurkolókban is megfogalmazódtak elvárások, nem elég szerintem bejutni a playoffba, az gyakorlatilag borítékolható, ugye, hogy ott leszünk. Innét azért nagyon komoly vereség szériának kéne bekövetkeznie. Úgyhogy itt igen, szerintem egy elődöntő minimum elvárás most már a csapattal szemben, még hogyha ezt így hivatalosan senki nem is mondja ki. És hogyha Ocskai Gábor lenne mindig a klubén, akkor biztos, hogy elmondaná, itt vagyok a Bajnokok Városában, hogy ez a csapat, ez még mindig a Liga 12. költségvetéséből dolgozik. De most már nem biztos azért. De lehet, hogy elmondaná. Jó, igen, nem ezt mondta végül. És hogy ha meg lesz egy elődöntő, vagy lesz egy jó szerep, csak hogy senki nem fog arra emlékezni, hogy itt most január 1-ét ezt így kezdtük. Én bevallom, ezt a meccset nem láttam. A Klagenfurt ellenén voltam kint ugye 30-án, ez egy olyan mérkőzés volt, kikaptunk 2-0-ra, de ugye ott a második gól az már egy üres kapus szituáció volt. Tényleg egy ilyen lüktető, utána Terbúcs is, meg Kis Dávid is azt mondta, hogy ők is úgy érezték, hogy ez egy igazi playoff hoki volt, egyáltalán nem voltak elkeseredve, mert játszottak egy jó meccset a rekordbajnok ellen. Amelyik ugye kétszer hetet így van. Tehát előtte azon is kín voltam, hogy 7-1-re nyertek november közepén Fehérváron, azt meg előzően meg Klagenfurtban 7-3-ra. Tehát így ez így benne van, és nem ők is tudták, hogy ez a Ljubljana, neked a Terbúcs István is azt mondta a meccs után, hogy amikor kérdeztem tőle, hogy mi lesz majd ugye hétfő volt tegnap, ugye? Hétfőn. Tehát egy január, tehát a Ljubljana ellen így van, hogy igen, hogy a Ljubljana egy nehéz ellenfél, hiába tabella alján van, de azért másokat is megtréfáltak, már hát most megtréfáltak minket. De szerintem ami sokkal érdekesebb az egészben, hogy tehát Kis Dávid személye, hogy ő oké, hogy így lehet hallani azokat a hangokat, sőt, azt hiszem a klub ugye ki is nyilatkozta, hogy ők úgy tervezték, hogy Kevin Konstantin után ő lesz, akit a csapatnak a vezetőedzője lesz. Így is lett, ugye csak egy éve vagy két éve hamarabb. És ugye a hoki is egy olyan közeg ebben az országban, és eddig Fehérváron is ilyen volt, hogy oké, magyar edzők úgy ott sündöröghettek a csapat körül kis túlzással, de hogy ezért a tudást mi mindig importáljuk. És éppen a Kis Dávid esetében látszik, aki tényleg az Ebel U20-ban szereplő együttest vezette még, sőt, talán ott is az elején másodedző volt, és ahogy lépegetett előre a létrán, hogy a farm csapatot dirigált, hogy ott is például Tyler Dietrichnek volt a segítője, aki most az ő segít, szóval, hogy épült föl, és kiderülni látszik, hogy van ma már Magyarországon olyan szakember, magyar szakember, aki nem, mit tudom én, Kanadából jött haza, és kint tanulta a szakmát, és töri a magyart, hogy van benne tudás, szakmai tudás, és az látszik, ami nagyon fontos, hogy ezek a játékosok tűzbe mennének is Dávidért, és imádnak a kezei között játszani. És szerintem ez a kettő nagyon-nagyon fontos dolog egy edző szempontjából, vagy egy edző megítélésekor, meg hogy hogyan tudsz dolgozni, és tényleg ebben egy nagyon-nagyon szép szezon kijöhet, és akkor lehet azt mondani már, hogy nem feltétlenül ez egy kifutott szezon, mert jelen pillanatban azt gondolom, hogy ez nem egy kifutott szezon már.
Hát én semmiképp nem mondanám én sem, hogy akár a Ljubljana elleni meccs a volán képességeit vagy idei erejét minősítené, valóban egy rosszul sikerült meccs volt, egészen biztos, hogy ez a csapat ott lesz a táblázat elején. Nyilván nem lesz majd mindegy, hogy ellenfél választó pozícióba kerül-e ugye a playoff előtt, erre még nem volt példa, hogy a volán választhatott, eddig mindig várni kellett, hogy minket kiválaszt, és nagyon nem mindegy, még az sem akár, hogy elsőként választasz vagy másodikként, de hogy a playoffban is reális esélye lesz a győzelemre, az szinte biztos. Ami pedig Kis Dávidot illeti, nekem az jut eszembe, és ebben is mindig sokat vitatkoztunk, hogy régen, amikor, hát nem is olyan nagyon régen, őszintén szóval még néhány évvel ezelőtt is, amikor a magyar focinak nem voltak mostanában már azért hál' Istennek látható életjelei, meg eredményei, akkor a hokit példaként hozták nagyon sokszor. A hokiba sokkal előbb megkezdődött, vagy legalábbis igazibb volt az a tudásimport, amivel felvállalta a Magyar Szövetség, hogy külföldi edzőket, külföldi tapasztalatot, tudást, innovációt kell behozni a magyar hokiba, és akkor majd ennek meg lesz az eredménye. Ennek kezdetben annyi eredménye lett, hogy nemzetközi ligákba elindulhatott a volán, később ugye már más csapatok is. Láttunk nagyon jó játékosokat, és Kis Dávid előtt azért ugye Majoros Mogyinak a Macnál elvégzett munkája, aztán az, hogy ő Szlovákiába mehetett ki extraligás edzőnek, tehát mutatta, hogy ez a tudásimport, ez valamiféle szárba szökkent. Tehát van a magyar hokiban konkrét eredménye ennek, és én most is ezt látom, Kis Dávid, nyilván, hogy te is említetted, végigjárta pont ezt az iskolát, ezt a ranglétrát, külföldi mesterektől tanult, külföldi tudás innovációnak köszönhetően lépett előre. A magyar hoki pedig most már évek óta ugye ott van az átcsoport küszöbén, hol ben, hol kin. Tehát én azt érzem, hogy valahol igenis ez a fajta felvállalt tanulásvágy, ez meghozta a gyümölcsét. Igen, és hogyha a focit hoztad párhuzamként, akkor mindig el kell mondani, hogy egészen más a két sportágnak az identitása Magyarországon. Ott vagy, mint az olimpián, hogy nálunk nem fogadta el a magyar közvélemény, hogy a mi focink az lehet rossz. És hogyha rossz, akkor minden rossz, és akkor hülyék vagyunk, de hát mi tanítottuk annak idején játszani a mindenkit. Igen. Tehát volt egy ilyen felfogás. Még nyilván a hoki ez egészen más közeg, ami tényleg egy ilyen, hát hogyha a volát nézed, az egész magyar hokinak szerintem egy ilyen hát, leképeződése. Persze, meg a kis stadionban a hógolyózós meccs, tehát egy jelenkes amatőr közegből indult ki. És azt mondtad, hogy igen, én nekem ez a helyem, én ez vagyok, van egy sportág, amit szeretnék csinálni. Hol kell megtanulni, tessék mondani. Tehát ez egy óriási különbség volt, mondjuk a 80-as években, szerintem nagyjából arról az időszakról beszélhetünk így, amikor ez talán elindult, hogy akkor mondjuk Erdélyből jöttek át ugye magyar játékosok, meg nem magyar játékosok, meg szakemberek. Míg a fociban pont a 80-as években volt az, hogy kimentünk egy világbajnokságra, úgyhogy Európa ranglista vezetők voltunk, mindenki azt várta, hogy na most akkor megnyerjük a világbajnokságot, és hazajöttünk egy olyan csoportból, ami... Hát mert valójában már akkor se volt jó így van, a foci. De hogy azért mondom, és ott abban a pillanatban, ha ott megnézed a két sportágnak a találkozását, az egyik az éppen süllyedt lefelé, a másik meg azt mondta, hogy hello, tanulni akarok, hello, és ez a vágy, ez megmaradt. Hát az a baj egyébként, tök igazad van, csak amikor egy szinten van egy két sportág, és tök mindegy, hogy az egyik, vagy nem tök mindegy, de nézzük azt, hogy akkor épp egy szinten vannak, és mindegy, hogy az egyik az magasról jött le, a másik mérős ügyet, de ott abban a pillanatban, ha az egyik azt mondja, hogy tanulni akarok, és ezzel emelkedni kezd, a másik meg még mindig azt hirdeti magáról is, nem csak a közvéleméről van szó, mert oké, hogy Pista bácsi nem fogadja el, hogy már nem Puskás öcsi abban összekötő. Tehát, hogy igazából a közeg olyan volt, hogy még mindig a saját nagyságunknak fetrengtünk. Hát nem fogadta el a közeg, hogy egyébként én szerintem az, hogy ma nem tartott a magyar foci, hogy mondjuk minden top bajnokságban legyen magyar játékos, meg sorban álljanak itt a megfigyelők, a Puskás Akadémia U17, Vidi U17 korosztályos meccsen is figyeljék a jövő tehetségeit. Ennek az egyik oka az, hogy még mindig ilyen egy picit a közeg, hogy egyszerűen bizonyos dolgokat nem fogad be. Hát én emlékszem, voltam kint a Vidi pályán,
most nem ugrik be az úriembernek a neve, de egy nagyon neves futball képzéssel foglalkozó Premier League-ben is megforduló szakember volt itt, és ki lehetett menni forgatni az ő gyakorlati edzéseit, ahogy bemutattak, kiskapuk, itt behálózva, ilyen bójás feladatok. És volt egy réteg, aki nagyon-nagyon érdeklődött, és volt egy-két olyan edző, aki meg letámasztotta a kis hátsóját a pálya szélén, és dumázgatott, és még az is elhagyta a száját, és azt hallottam, hogy ez mi, ez nehogy már nekem, hát mi ez a hülyeség? Beirattak ide, elküldtek. Hát a legendás történet, hogy a Sir Alex Ferguson, aki egyszer jött Magyarországra előadást tartani edzőknek, ott is voltak, mert hogy illett elmenni, és a végén, amikor azt mondta, hogy akkor most lehet kérdezni, egyetlen kérdés nem hangzott el. A világ akkor speciál legsikeresebb és legelismertebb menedzserétől lehetett volna valamit kérdezni. Nagy kérdés, hogy szellemileg nincs olyan állapotban egy közeg, hogy megmerjen szólalni mondjuk egy Alex Ferguson társaságában, vagy pedig az van, amit te mondasz, hogy járunk, hogy mit kérdezzük, hát tudunk mindent. Sajnos. Egyébként sajnos ez más sportákban is hallottam erre példákat, hogy tényleg az éppen topnak számító ország, top edző fejedelme eljött Magyarországra tartani előadást, és megjegyezte ott az egyik úriember, hogy ezt itt nem lehet meg, hogy már ez hülyeség. Hát nekünk van a Nobel-díjasai, na így van. Meg szóval, nem magyarázzanak. Tehát nyilván ez egy alapvető különbség, és nyilván azt sem szabad elfelejteni, hogy azért egészen más a konkurenciaharc a labdarúgásban, egészen más a konkurenciaharc a hokiban. A hokiban kis túlzással még mindig ott tartunk, hogy bármi jó dolog történik, aznak nagyon-nagyon tudunk körülni, és a rosszat pedig nagyon könnyen elfogadjuk, mert azt mondjuk, hogy hát igen, de mi még csak itt tartunk. Fociban ez baromira nincs így, ott tényleg, ha az EB-re kitérünk majd, akkor nyilván, ha nem jutunk tovább a csoportból, azért ott azért lesz majd húhogás, én azt érzem a károgóktól. Meglátjuk, amikor itt az adás előtt beszélgetünk, ugye Bauer Tibi kollégánk is benn volt, Károly nem vettük fel azt, mert értékes gondolatok hangzottak el. Akkor kérdeztem, hogy milyen hosszú lesz a mai adás, mondom, vagy ketten is megpróbáljuk átbeszélni. Jó haladunk, mert már csak 9 percünk van az adás időből. Ez viszont azt jelenti, hogy a többi témára kevesebb jut. Úgyhogy nagyon röviden szeretem kérdezni, hogy mit vársz az idén a Viditől, és mit vársz a Kosarasoktól, két másik olyan csapatunktól, amelyik egyébként nagyon kellemes meglepetést okozott szerintem, főleg az őszi szezon végére a szurkolóknak. Én szerintem a Kosarasoknál ott nem nagyon lehet kérdés abban, hogy az esély megvan arra, hogy megint döntőt játszon a csapat. A kupa az egy speciális dolog, speciális helyszínen, de én egy kupa győzelmet sem tartok elképzelhetetlennek, de azt gondolom, hogy ha mondjuk egy kupa döntő, meg egy bajnoki döntő összejön, az arra akasztott, hogy ez egy sikeres szezon volt, és abból az egyiket meg lehetne nyerni, nyilván a kupát egy meccsen sokkal könnyebb, akkor meg aztán pláne. Én nem látom, hogy ezt a Falkót, ezt most bárki is legyőzni. Nem gondolom, hogy lesz olyan szerencsénk idézőjelben, hogy megint tényleg úgy jönnek bele a döntőbe, hogy a legjobb játékosuk sérült, és a jók is hol tudnak játszani, vagy a jobbak hol nem, és ugye azt a döntőt is elveszítettük. Ezzel együtt nyilván a döntőnek mindig van egy speciális közege, hangulata, tehát én azt gondolom, hogy ott az meg lehet. Hát a Vidinél az egy nagyon nehéz kérdés, hogy 3 idegenbeli meccsel kezd majd a Vidi, és ugye egy többször elmondtam már, hogy bele lehet kerülni egy negatív spirálba. Én most azt érzem, hogy jó lett volna, hogyha most ebből a 3 idegenbeli meccsből mondjuk most még 2 lejátszhatott volna decemberben a Vidi. Hát picit ideg lett volna, de hogy ő náluk ez megvan, hogy van egy pozitív alap, arra kell figyelni, hogy ez kitartson, és ez szerintem maximális esély van arra, hogy ez a csapat, ez a dobogón végezzen. Merészebb esélylatogatásokban azért nem mennék bele, mert még mindig a Paks az élen, a Fradiról nem tudjuk, hogy mikor és hogyan talál. Hát a Fradi szerintem nem kérdés, hogy meg fogja nyerni a bajnokságot. Hát csak ugye nekik ez egy szokatlan dolog, hogy a tavaszt azt hülye hangzik, de hogy nyomás alatt kell elkezdeni. Ugye tavaly 11-12 pont és ugye dupla terhelés maradt, hiszen a nemzetközi kupában is
állva vannak még. A vidi esélyeiről én sem mernék nyilatkozni. Minden évben van egy csapat, amely meglepetést szerez és odaír a Fradi mögé. Ez az idén úgy tűnik, hogy a Paks. Elég baj, hogy azt kell mondjuk föl a tavalyi szezon után, hogy már az is meglepetés lenne, a vidi a második helyen végezne. De hát nyilván ez a keret erősítésével, esetleges felgyógyulásokkal, sérülésekkel is összefügg, viszont a kérdés az szerintem, hogy hosszabb távon látjuk-e, hogy ez a fehérvári foci projekt még hova futhat ki, mert ugye úgy mentünk neki ennek a szezonnak, hogy maga a tulajdonos nyilatkozta, hogy hát vissza kell venni az elvárásokból. Hát és minden nőtt is a teljesítmény. Én azt gondolom, hogy ezt is szerintem elmondtam már, hogy az tök jót tett a csapatnak. Adott esetben akár ezek a kijelentések is, de az, hogy nem volt az a pénz mennyiség, mint korábban, vagy legalábbis úgy tudjuk, hogy nem volt az a pénz mennyiség, mint korábban, és jóval átgondoltabban kellett igazolni. És lehet, hogy ez például pont mondjuk Bartos Zselák és az ő szakmai stábja kellett, hogy azok a játékosok érkezzenek ide, akikre szükség volt. Ugye Bambok az egyetlen, aki igazából nem tűnik úgy, hogy bevált volna, de mindenki más, aki a nyáron érkezett, az hasznára van a csapatnak. Olyan játékosok, akik korábban azt gondoltuk, hogy nem lesznek meghatározó futballisták, lásd Christensen, nagyon magukra találtak, de azt gondolom, hogy Katona, Csongva is, és ugye ők is tavaly télen érkeztek, hogy ők is most már azon a szinten futballoznak, ami miatt ők ide lettek hozva. Szóval így jó, meg jó a csapatra ránézni hangulatát tekintve, hát ugye a Vidi Ultrái megkapták a karácsonyi ajándékot. Eligazolt, szegény Kovács Dani távozásával, akinek én sok sikert kívánok személy szerint, és bízom benne, hogy Görögországban majd megtalálja a számítását. Úgyhogy szerintem ez egy jó tavasz lehet. Szerintem Bartos Zselák megtalálta azt az utat a csapathoz, ami kell. Eleve egy jó kisugárzása van az edzőnek, úgyhogy szerintem ebből kisülhet valami jó, és az biztos, hogy már kiesni nem fog a csapat. Hát igen, és mondjuk év elején még ezt egy pozitívunként fogtuk fel. 5 forduló után. Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy a foci EB-t mégsem fogjuk most kitárgyalni, de hát erre is még bőven ráérünk, viszont van egy csapat még, és ez neked különösen szívügyed, ugye a kézilabdázók, és ezzel szeretném zárni, annál is inkább, mert amit elmondtunk a magyar sportról, abban korábban az olimpia, meg az olimpiai sportágok, meg a honosítások kapcsán, tulajdonképpen a kézilabda, mintha egy ilyen állatorvosi ló lenne, azt látom, hogy a magyar kézilabda olyan szintre erősíti fel magát az anyagi téren. Most jelentették, hogy a Ferencváros női csapata, amely mindig büszke volt rá, hogy ott aztán tényleg a magyar válogatott a klasszisok játszanak, szemben a Győrrel, 4 klasszis légióst igazolt egy csomagban. Tehát oda tartunk, hogy a kézilabdában is az fog eldönteni, hogy a európai szinten is nagy pénzért ki tud drágább játékosokat venni. És itt van nekünk ez a kis Fehérvárunk, amelynek viszont azért lehetünk esetleg tiszta szívvel szurkolói, mert fiatal tehetségek, magyar játékosok esetleg megmutathatják az oroszlán körmeiket. Nem tudom, mennyire látsz rá esélyt, hogy ez az idén valamiféle nyugodt tavasszal párosul egy ilyen olyan mezőnyben, ahol nem csak a Fradi igazol légiós klasszisokat. Hát ez egy jó kérdés. Ráadásul pont ugye a Fradi jön majd csütörtökön Fehérvárra a Köfénbe. Ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem most jelen pillanatban, és tényleg azért, mert a helyzet az, hogy tényleg itt még egy kieső jelölt csapat is adott esetben, most nyilván nem a Gozár Michelin, de hogy azért láttunk az elmúlt években, hogy tudott igazolni úgy légióst, aki aztán mondjuk megmentette vagy segített a bennmaradásban. Fehérvár szerintem ez nem cél. Nyilván az nagyon fontos lenne, hogy meghosszabbítsa az NB1-es tagságát az alba, de hát ugye azt Balázs Imre korábban már elmondta, hogy amíg nem lesz olyan csarnok, amiben ugye nemzetközi meccseket lehet játszani, addig az nem lesz itt Fehérváron cél, mert annak nincs értelme, hogy most itt a Veszprémbe, vagy Dunajvárosba, ott a retro csarnokban. Az is közel van. De hogy mondjuk Veszprémbe kelljen menni. Szerintem ez egy nehéz tavasz ezt a csapat számára, de itt mindig valahogy kiderült a szezon végére, mert pont amikor itt én elkezdtem dolgozni, akkor is egy ilyen, azt hiszem, hogy akkor pont alsóházi rájátszást vívott a csapat. Ugye Konkoly Csabával fejezte be a szezont az együttes, pedig közben a kekben meg nem sokon múlt, hogy mondjuk egy zajacsárt kiejtsen a csapat.
Tehát szóval többször bemutatta már, hogy táncol, de aztán mégis bennmarad. Én bízom benne, hogy azért ez összejön. Az ősz vége az már nem volt olyan rossz szerintem, ugye új edző, részben új csapat, sokkal fiatal, de hát ha a foci EB-t külön veszük, akkor nyilván önmagában a magyar női kézilabda, vagy a magyar kézilabdáról lehetne több órát beszélni, hogy mi, meg hogy, meg merre a gond, és ha már említetted a Fradit, hogy ugye csomagba vettek 4 világklasszist. Igen, mert egy, szerintem látszik az, hogy most nincs a piacon olyan magyar játékos, aki valóban segíteni tudna a Ferencvárosnak, és az is látszik, hogy egy bizonyos szintig el lehet jutni ezzel a filozófiával, hogy lehetőség szerint minél több magyar legyen a csapatban, de az áttörés az nem, és ugye Kubatov Gábor pedig kijelentette, hogy a Bajnokok Ligáját akar nyerni, és ugye, hát hogyha a szakosztályokat nézzük, akkor a fociban erre most még kevesebb az esély, női kézilabdában erre nagyobb a szansz, úgyhogy... De jó, de átalakul a foci BL, vagy lehet, hogy ott terem az új babéra a hát Ferencvárosnak is. Ez egy nagyon érdekes lesz szerintem, hogy még egy percet beszéltünk, hogy az új BL, az szerintem nagyon-nagyon izgalmas, nagyon-nagyon érdekes lesz, és ott abban az lehet majd mondjuk egy Fradinak az érdekes, ugye az lesz az új lebonyolítás, hogy van 36 csapat, ugye, és a 8 meccset játszol, ugyanúgy meg lesznek a kalapok, az első kalapból játszol 2 ellenféllel, a másodikból, a harmadikból, a negyedikből, és hogyha mondjuk a negyedikből kapott 2 ellenfeledet legyőződ, akkor az már 6 pont, és még innét, onnét csipegetsz, és azért van erre esély, hogy csipeges, akkor tovább lehet menni a Bajnokok Ligájában. Így van. Na most még ugye mindenféle matematikával ki van számolva, hogy lehet aranyjogon főtáblás a jó, Ferencváros. Lehet, hogy Kubatov Gábor arra gondolt, hogy foci BL-t akar nyerni a Ferencvárosra, de egyelőre a kézi sanszosabb. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kicsit megadtuk az alaphangot ennek a 2024-nek, amely, ahogy említettem, nagyon-nagyon érdekes, izgalmas sportélményekben gazdag év lesz, úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy jól szurkoljon, főleg itt a fehérvári csapatoknak, és akkor most sok sikerről beszélgetünk a kezdőkör következő adásaiban is. Köszönöm szépen. Boldog új évet! Boldog új évet mindenkinek, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.